A második számú európai kupasorozatban az első meccsen a nyíregyháziak 3-2-re győztek Romániában, azt követően viszont hazai pályán kétszer is kikapott a Kaposvártól Hollósi László együttese. A visszavágó első játszmáját a vendégek nyerték 14-re, majd a következő kétszerben a nyíregyháziak 18, illetve 14 pontot engedtek ellenfelüknek. A negyedik játszmát jobban kezdték a románok, és előnyüket végig tartva 25-18-szal kiegyenlítettek. A döntőszedben három mérkőzés labdához jutottak a vendégek, a nyíregyháza azonban sorozatban 5 pontot szerezve megnyerte a mérkőzést, így kettős győzelemmel jutott a Cefkupa 8 -a döntőjébe. Az ellenfelünk egy teljesen új felállásba állt fel, játékosokat más pozíciókba helyeztek, illetve egy más taktikával álltak fel. Ez valóban egy kicsit megzavart az elején minket, nem nagyon találtuk ennek az ellenszerét, de aztán sikerült nekem is egy kicsit átalakítani a taktikát menet közben. Erre a lányok vevők voltak, utána én úgy érzem, hogy tényleg, mint az eredmény is mutatja, elkövetkezendő két játszmában uraltuk. Utána az ellenfél edzője megint egy kicsit belevariált a, a, a játékba, de ez nem szabadott volna annyira megzavarni minket. E, tényleg azért inkább az dominált, hogy, hogy ki tud nyugodtabb maradni, melyik csapat e, tudja a saját játékát játszani. Valóban annyira kiegyensúlyozott volt a két csapat, hogy hogy ez a hullámzás ez benne volt mind a két csapat részéről de örülök, hogy tényleg a végén e, sikerült egy ilyen euforikus végjátékot, e, végjátékban megnyernünk a mérkőzést. Holló Csilászul szerint a győzelem és a továbbítás plusz motivációt jelent majd a játékosok számára. Remélem, hogy a lányok ezt az emocionális töltetet fel tudják használni, akár a, főleg a szürke hétköznapokban, amikor itt a konditeremben vagy a edzőteremben izzadni kell. Tehát mindenképp nagyon fontos az, hogy ez, ez egy töltetet adjon, hogy ezért a óriási pillanatokért érdemes dolgozni. De ugye a másik része meg, hogy nem szabad ettől elszállnunk. Tehát attól, mi most megvertük a Targovistét, ez nem azt jelenti, hogy mondjuk például a mostani szombati hétvégén úgymond lefekszik az MTK, és nem akar majd semmit csinálni. Úgyhogy nagyon fontos lesz a szombati mérkőzéssel kapcsolatban, hogy motiváltak legyünk, és úgy menjünk bele abban a mérkőzésben, hogy céljaink vannak, és ezekhez a célokhoz egy újabb komoly lépcsőfok az MTK lenni mérkőzés. Úgyhogy oda kell figyelnünk majd. A szombati MTK Budapest elleni mérkőzést követően csak rövid pihenőt kapnak a játékosok, mivel karácsony után már ismét edzésbe áll a csapat. A CEF kupában a horvát Castella vagy a szintén horvát Madras Zagreb lesz a Fátum Nyíregyháza ellenfele.